Nem gonoszkodom, csak a módszertanok azok mindig hívőket és ellenhívőket tudnak generálni. Sziasztok, Báthás András vagyok, és a Kinevin vagy Kanevin nevű ez mitől váltott? Technikai. Szóval, a Kanevin nevű keretrendszerről fogok nektek előadni, ami alapvetően inkább egy módszertan, egy analitikai módszertan, és arról szól, hogyha vannak feladatok vagy helyzetek, akkor azokat hogyan lehetne bekategorizálni valami szerint, és erre ad egyfajta megoldást, amit hasznosnak találtunk. Úgy kell leírni, hogy cinefin, vagy nem tudom, hogy mondjam szépen, és skót szóról van szó, ami így lefordíthatatlan, gyökereinknek fordítanám így magyar nyelvre, ami Kanevin. Kanevin. Így magyarosítva Kanevin. És a gyökereink alatt azt értjük, hogy azok a tapasztalások, a múltunk, amik segítik a döntéseinket, és amik alapján döntünk. Tehát ezt sűríti bele egy szóba ez a Kanevin nevű valami. És ahogy mondtam, ez egy módszertan neve, és nagyon sok mindenről szólhat, tehát nem IT-hoz kapcsolódik, hanem egy általános módszertan. Én, amit itt most elő fogok adni, az leginkább az IT-val kapcsolatos értelmezése, de van egy pár link a végén, hogy máshol is hogyan lehetne ezt alkalmazni. Nos, a módszertan az 5 területet határoz meg. Az egyszerűt, a komplikáltat, a komplexet, a kaotikust és az űrzavart. És elmondom először ezeket, majd a végén azt, hogy ezek hogyan állnak össze. Egyszerű alatt azt a helyzetet érti, vagy azt a feladatot, amikor teljesen triviálisan megoldható problémáról van szó. Felhozza példaként azt, hogy van a cipőfűző bekötés, és akkor ezt tényleg mindenki meg tudja oldani. IT vonalon nem biztos, hogy így tényleg ilyen triviális problémát is mindenki meg tud oldani, de valószínűleg értitek, hogy miről van szó. Van egy legjobb módszer a megoldásra, és a megoldás menete az az értelmezés, kategorizálás és utána a válaszadás. A következő kategória, amit definiál, az a komplikált. Ez egy fokkal bonyolultabb helyzetet jelöl, ide már szakértő kell, viszont itt is van egy good practice, egy design term, amivel meg lehet oldani, tehát ez már ismert probléma, amire van ismert megoldás. Itt is először értelmezni kell a feladatot, utána elemezni, és utána válaszolni, megoldani. Következő témakör az a komplex. Itt nincsen egy ismert út. Például ilyen a kutatás, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kell megoldani. Tudjuk, hogy mi a probléma, meg kell nézni, hogy ez hogyan oldható meg, próbálkozni kell, nem tudjuk, mennyi ideig fog tartani, dolgozni kell vele. Itt a megoldás menete az a nyomozás, a megérzés és a válaszadás, vagy lehet az angol verzió szerint a próbálkozás, megérzés és válaszadás. Végül utolsó előtti kategória az a kaotikus. Itt, amikor semmilyen összefüggés nincsen az ok és okozat között, teljes káosz van, azt se tudjuk, hogy mi a probléma, csak így próbálkozunk gyorsan megoldani. Tehát amikor például az IT-körben, amikor lehal a szerverünk és nem tudjuk, hogy mi van,
És igazából ebben a helyzetben először cselekszünk, aztán valamilyen megérzésünk van, és próbáljuk megoldani a helyzetet vele, aztán lehet, hogy megint visszaugrunk az elsőre, és megint cselekszünk, és a többi, és a többi, és a végén meg lesz oldva a probléma. Végül az ötödik kategória, az egy speciális kategória, az, amikor nem tudjuk, hogy egy feladatot hova kell bekategorizálni, tehát igazából semmi közünk hozzá, hogy mégis mi történik, vagy mi a probléma. És ez egy azért érdekes egy helyzet, mert ez egy kutatásra alapuló módszertan, és azt találták, hogy ilyenkor, amikor nem ebben a négy kategóriában valaki nem tudja besorolni a feladatot, akkor így a gyökereihez visszafordulva, tehát innen származik a módszer elnevezése, azt fogja kiválasztani, azt a megoldást, ami neki a legjobban, az ő tapasztalatai alapján a legjobban fekszik. Tehát például, hogyha teljes káosz van, és az ő tapasztalatai arról szólnak, hogy akkor így elemezzük a problémát, gondolkodjunk rajta sokat és oldjuk meg, akkor ezt fogja alkalmazni. Hogyha tudja, hogy hogyan kell kezelni egy ilyen helyzetet, akkor egy másik megoldást fog alkalmazni. Itt van az ábra, ez a Pinevinnek a lényege talán, és ez teszi úgy összefogottá ezt a módszertant. Ami érdekes ezen az ábrán, hogy ugye az űrzavar helyzet az középen van, mert nem tudjuk, hogy melyik a négy közül. Az űrzavar helyzetet akkor kapunk, hogyha nincs információnk, hogyha rosszul kategorizálunk, hogyha nem jutunk elegendő információhoz bármilyen okokból. Az az érdekes még, amikor, hogy itt határvonalak vannak, de nem olyan nagyok. És például, hogy van a egyszerű és a kaotikus helyzet, és itt van egy ilyen kis bukli, ami 3D-síteni próbálja ezt a ábrát. Azt jelenti, hogyha van egy gyakorló szakember, és ránéz egy problémára, akkor adott esetben ő bekategorizálja, hogy hát ez egy egyszerű probléma, és adott esetben átsúszik majd a probléma a kaotikusba. Tehát elkezd rajta dolgozni, és aztán kiderül, hogy hát mégis olyan egyszerű ez a probléma, és egyből egy kaotikus probléma válik belőle. Ez talán egy ismerős sokaknak. Illetve hajlamosak az emberek a komplikáltak, a komplex között is rosszul dönteni. Tehát amikor az van, hogy azt gondolod, hogy hát igen, erre tudok egy jó megoldást, valószínűleg ezt így is így kell megoldani, és elkezded megoldani, és kiderül, hogy nem, igazából fogalmat sincsen, hogy mit kell csinálni. Én ennyit akartam ma elmondani erről a módszertanról. Nagyon ajánlom, ezt leírtam már egy cikkben pár hónapja magyar nyelven, illetve annak a végén van egy videó is, azt tudom ajánlani, az egy teljesen más szemszögből beszél egy ilyen nagyon okos úriember a témakörről, az egy érdekes videó, illetve van egy Wikipedia bejegyzés is, ahonnan el lehet indulni és mindenfele kalandozni. Köszönöm szépen! Kettő kérdésünk van, ha van egyáltalán kérdés. Nincs. Igen. Melyik tudományágból indult ilyet az egészben? Megfogadott. Nem tudom, hogy melyik tudományágból, tehát így egy cikk kapcsán kerültem szembe ezzel a módszertannal, és hát azt tudom, hogy brit tudósok foglalkoztak a témakörrel, de így magukat a kutatási eredményüket azt nem találtam meg. Csak ilyen Wikipédián egy valaki beszél róla, magát, hogy mit találtak és hogy honnan indultak ki, ezt nem találtam. Van még egy kérdés. Ott ő volt vissza. Ja, hogy mi a célja ennek a módszertannak? Tehát, hogy jó, tehát a módszertan célja, hogy van egy problémát,
például, amit beszeretnél kategorizálni. Azért jó, hogyha be van kategorizálva, mert akkor a megfelelő módszertannal tudod megoldani. Mi onnan indultunk ki, hogy kutatás, és akkor hogyan tudjuk eldönteni egy feladatról, hogy ez kutatási feladat-e, és hogy úgy oldható meg a legjobban, meg egyáltalán hogyan kategorizálhatunk a feladatok. Az Arkonnál foglalkoztunk a kérdéssel, és ott Scrumban dolgozunk, és azt lehet elmondani, hogy például egy komplikált problémára nagyon kiváló a Scrum, de egy egyszerű problémát elbonyolít, és sokkal egyszerűbb egy vízesés modellben bele a közepébe megoldani. De a másik irányból pedig egy komplex problémát, amikor nem tudod, hogy mennyi ideig fog tartani egy feladatnak a megoldása, sok kísérletezést igényel, na arra nem biztos, hogy jó a Scrum, mert ott esztimálni kell a feladatokat, és becsülni, hogy mégis mennyi ideig fog tartani a probléma, de ezt nem fogod tudni megmondani. Tehát igazából erre hasznos, és tehát ezt a felismerést tudja megadni, és segít ebben, hogy egy kicsit ilyen rendszerződtebben történjen a feladatoknak a befogadása, feldolgozása és kivitelezése. Köszönöm szépen, ennyi időt.